Nagyon isten! Szavaztok, gyerekek! Veressük akkor a 7 Days to Die tovább, mert 20 óra 30 van, és talán kellene még valamit szerezzünk. Igazából a fával vagyok leginkább hadibában. Nem tudom, mennyire gyorsan nőnek itt a fák. Megnézzük a kis ültetvényünket, hogy mit lehet. Gyerekek, egy kicsit para ez a játék egyébként. Ezek a fényárnyék effektek újabban kicsit furcsik. Ezt a fát lehet, hogy kidarálom innen, mert minek ide, ugye? Bár nem tudom, meddig tart ezt kivágnom. Ezt miért vágja ilyen rohadt gyorsan? Azt nézem, hogy gyorsan vágja, de szerintem nem ad annyi fát, mint hogyha például magasabb szintű lennék. Hát nem nagyon adott sokat belőle, nem? Vagy igen? Egész jó. Jónak mondható ez, gyerekek? Na mindegy. Igen. Az a szitu. Hát azok már nagyon messze vannak azok a fák. Egyébként közelinek tűnnek, de messze vannak. Ott az is jó messze van. Itt volt még a hegy mögött, ott volt egy. Csak oda nem tudok felmászni, mert ugye itt jöttem le, vagy fel tudok, mindjárt megnézzük, és akkor azt a fát még ki tudnánk csapni. 21 óra van, gyerekek, egy kicsit bele kéne húznunk. Ajaj. Meg nem kéne zombival találkoznunk, mert összehíjesztetjük itt a dolgokat. Azért vagyok kusba. Zombit hallok, akkor halljak, halljam meg testvérem, az anyám szemét. Na, én most behúzódunk. Aztán nekiállunk craftolni ezzel rám egy-két dolgot. Fú, gyerekek, nem tudom, hogy mit csináljak. Hát az lenne jó, hogy egy csomó dolgot kéne csinálnunk. Ezt is be kéne tennünk. És ugye az éjszakát azt együtt fogjuk tölteni, készüljetek. Nem, megint. Oh, no. Jó, nem sok mentem. Hülye volt a keeper. Ide nem lehet már rárakni? Oda kár. Jó, mindegy. Na, akkor azt akartam még megnézni, hogy ebből a kőből milyen receptek vannak, amit meg tudnék csinálni izé nélkül. Betonkev... Destroy a stone. Azt a... Mi a fa? Mi az a piros benne, gyerekek? Ha beszalsz. Egyébként nem írja izét, hogy mennyi a durability-e, ilyesmi nem szokta, vagy mit tudom én. Régebben írta, nem? Vagy ha csak már lecraftolom, akkor ilyet is tudok csinálni, more. Na, aszfalt, ez igazából ennyit tudok, ugye? Akkor ezt az egy építőelemet tudom. Ebből mennyi kell? 18 kell. Mennyit tudok csinálni? 135-öt. Nem lesz ez rossz. Nem lesz ez rossz. A fát azt másra szeretném használni, de megnézzük azért recepteket. Mert fából rengeteg dolgot lehet. Ugye, mi kell a fablokhoz? Wood frame. Ott volt. Ez mi? Szóval, hogy az miért van ott, az ugye kettő kell hozzá. Hát, arra sem tudja, gyerekek, hát fa kell egy csomó mindenhez. Jó, oké, megint tökörészünk. Ez, hát ez szikla. Úgyhogy ne is írjátok, hogy miért nem íz a éve csinálod, keeper. Miért nem máshova, mert a sziklát nem tudom máshova. Megjöttük, ezt megcsinálom. Úgyhogy koppogatás lesz most, gyerekek, koppogatás lesz, arra készüljetek. Kell csinálnom. És nem fogok végezni, érzem. Nem szívesen rakok a bányászatra, de lehet, hogy a bányászatra kell raknom majd. Lehet, hogy a bányászatra kell majd pakolnom, mert itt bajok lesznek a bányászati tudománnyal. Mert ez nem lesz nekem jó. Nem lesz nekem jó. Nem tudom, mire pakoljak. Ezzel nem fogom soha kibányászni ezt, amit akarok. Hú, nagyon rá kell mennem arra, hogy a túlélésre, gyerekek. Nagyon rá kell mennem a túlélésre. Nagyon rá kell mennem a túlélésre. Ez nagyon nem lesz egyszerű. Ezt már most látom, hogy ez nagyon nem lesz egyszerű. Ezt a fákját át kéne raknom máshol. Ez nagyon összetett egy ez figura lesz, hogy ezt meg tudjam ezt mondani, hogy ne dögöljünk meg. Ú, de hogy nem, miért oda rakja azt a szarvas fákját? Hát, ez meg pont nem látok bele, úgyhogy ez itt. Hogy de fail. Remélem az örökre veszett ez a fákja, azt hittem.
Jó, egyelőre oda teszem. Hát ez nem lesz egyszerű. Bocs gyerekek, hogy itt vészmadárkodok, de ez tényleg nem lesz egyszerű. Hát 10 blokknél nem fogok tudni lejjebb menni, mert különben szívok. És megállás nélkül dolgoznom kell, úgyhogy sorry gyerekek, de megállás nélkül meló lesz. Ehesek is vagyunk, hát beszarsz. Megyünk ilyet. Jó, kettőt bevertem, max staminám is talán följebb megy, ugye? Ki van találva egyébként, tök kitaláltam, hogy hogy fogom csinálni. De nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy gondolom. Annak köszönhetően, hogy baromi lassan fog ez működni. Ezt most visszarakhatom, mert már nem kell. Jövök föl tudom rakni, ez az. Igen, és akkor kell woodframe-et csinálnom, egy néhány darabot. Mondjuk, akkor tudnék azzal mérni, 10-et craftoljunk le. És akkor 10 woodframe-mel fogunk dolgozni. Akkor 10 blokk mélység, hát, ja, 10 meg 2, ugye 2-vel megyek lefele. Oké. Ezt jó helyre raktuk, remélem. Hát oda még ott ki kéne ütnem. Ó, hogy és ezt mindig javítgatom ezt a szart is. Fákját féltem, nem esik le? Nem szétcsapom, vagy nem tudom, hogy szét lehet-e ütni. Egy darab fákjában megbolondulsz akkor. A spirit azt elrakjuk. Elrakom a spirit, biztos betámadnak, mi? Egyébként... Ez, na így ez. Hú de para lesz, hú de nagyon izé lesz, hú de nagyon nagyon-nagyon ott kell lenni, akkor nem 10, akkor 10-valamennyi blokk lesz majd lefele. Hát ez igen, még följebb kell rakni, jaj gyerek. Jó van. Ez a gyerekek, ezek mennek meg a bárányfelhők. A picsába, nem akartam oda várni neki. Hogy lássuk is valamit. Megint szomjasak vagyok, ne szórakozzál. Reggelig küzdünk. Hát ja, 10 blokk mélység, meg minimum 2. Minimum 2. Azt meg kell csinálnom, mert meg kevés lesz, hogyha kevesebb, vagy izé, hogyha kevesebb lesz, az meg kevés lesz. Ó, csapjuk neki, ez van gyerekek, bocs, de dolgozni kell. És az a gond, hogy egyébként azon gond, igen, dolgozni kell, és holnap neki kell állni terepet rendezni fent is. Ez megy. Kár, hogy nincs valami zseblámpám, vagy valami. Lassan itt be fog sötétedni nekem. Igen. Ez még nagyon hiányzik, várjatok. De jó, hogy egyből megjavítjatok, jó. Jön ám az XP, gyerekek. Most betörnének a zombik, itt halnék meg instant. Sötét van, more! Izé kellene, várjál! Ez az. És ugye hát akkor egy 10 minimum. 15. Hú, 75 gyerekek, az kemény lenne, 15. És jön ki 15 létrát. Eddig 3 blokk mélység, ugye? Nem lesz rossz ez a 10. Igen. Jó lesz ez. Nagyon kevés a 10 egyébként, tudom, ott észre fognak venni minket. Viszont nem lesz időm mélyebbre fúrni nagyon. Okay.
Ugye az a baj, kettő blokk szélességbe kell kiszednem, mert kell a létrát is valamire raknom. Egyébként azt hiszem be tudnám rokni oda arra a szarfalra is, de nem akarok vele szenvedni, hanem akkor már legyen normális az egyik oldala legalább ennek a lejáratnak. Ez egy versenyfutás lesz az idővel, holnap már harmadik nap srácok, sőt már a harmadik napon vagyunk, ugye. Ez durva lesz, durva lesz. Jó, hogy így látom, hogy mi a francot csinálok, ugye ilyen keret formájába. Várja, jöhetnek a létrák, föl is tudjak menni, meg nem tudom azt a fákját, vagy valamit nem tudom, nem tudom lejjebb hozni. Ne szórakozz el, hogy ezt nem engedi ide rakni, mert itt vagyok. Jaj, te fiú, az igen jó lesz. Igen, hát akkor bakot kell majd magam alá rakni, de jó. Nem baj. Jó, csináljuk meg. Csináljuk meg. Ó, te fiú. Hát kövem az lesz bőven egyébként. Ugye akkor a kővel meg tudom oldani a kiáratot. Meg tudom oldani izét is. A pajzsot. Pajzsot ki kéne ásnom egy minimum egy rétegbe. És akkor utána tudnék egy ilyen dupla rétegű pajzsot létrehozni. Jó fele, vések jó. Legalább két rétegű kőpajzsot akarok létrehozni föléjém. És akkor azt meg full telecsapdázni. És akkor az első hordát talán. Fú, az első hordát, nem tudok semmit, nincsenek-e olyan zombik, amik például immuni csak bizonyos dolgokra, vagy intelligensebbek. Hát reméljük, hogy azért nem nagyon fogunk szívni. És ugye tudom még ezt fejleszteni följebb, de nem akarom. Várjál, more. Mondod, hogy nem. Az meg belém rak. Ne szorakod be. Fel tudom venni, ugye? És ezt hova sikerült raknom azt a blokkot? Jó, megtörtént az első játék technikai bug. Gyakorlatilag meghaltam a semmitől. Ó, te fiú. Na mindegy, semmi gond. Jó, hát most nem úgy fogom fel, hogy... Nem úgy fogom fel, hogy... Hát jó, az én hibám volt valamennyire, de hát ez egy hiba volt. Ez egy bug volt. Itt van lenne a hátizsákom, bore. Hát ez... Frame. Meg tudom take-olni. Take-ol nincsen, vagy valami? Hát igen, ez egy hiba volt. Ilyenkor vesztettem valamit? Azon kívül, hogy meghaltam, persze. És most megint beleugrottam. Igen, érdekes volt gyakorlatilag szerint. Zombi hang. Érdekes volt, mi? Fura. Fura volt ez a szituáció. Hát igazából áshatnék továbbá. Csak olyan vágjátok, hogy verik szét az ajtót. Szétverték az ajtómat. Nem merek fákját gyújtani. Bocs, srácok. Tudom, hogy para.
Ez lehet, hogy egy sötétbe kuporgásos dolog lesz. Hú, ja, hát ezt nem tudom, hogy belemagyarázni ezt a hibát. Hát ez gyakorlatilag nem tudom. Fölvettem azt a blokkot, azt csináltam ugye. Hát lefele nem estem le, nem történt semmi, hanem egyszerűen ahogy felvettem azt a frame-et, nem is blokkot, akkor ugye ebben a pillanatban meghaltam valamitől. Hát majd visszanézem, de zuhanni nem zuhantam semmit. Tényleg egy ilyen bug volt ez. Jó, hát sötétbe mit tudunk csinálni? Nézelődjünk akkor az kilek között. Azt nézem, hogy hol van level 2-es, és mennyi ízét tudok, mit tudom elkölteni. Ez van. Ez mi? Hol vannak a skillek? Itt vannak a skillek. Combat perkek, aha, general perkek. Átütés, ez mi? Aha. Lucky looter, vannak itt érdekes dolgok, ez mi? Combat perkek, aha. Ez mit csinál? Aha, csökkenti a szerszámoknak a stamina használatát, és a power attackot növeli. Aha. Azt a sivkot. Na, ez érdekel. Aha. A block damage növekedik 30%-kal. És a tool damage 10%-kal, ezt nem olyan vágom. És ez mi? Aha, több ort szerzel, aha. Hát ez nekem egyébként tetszene, mert akkor ez felgyorsítaná a dolgot. Hol vannak a pontjaim? Melyik lehet ez a pont? Ez lehet a pont? Nem. Hogy elvesztettem, de próbáljuk meg. Megvettük, ugye? Ja, és igen, ja, és az erő kettes szintű. Ja, kettes szintűnek kell lennie az erőnek hozzá. Aha. De akkor igazából most nagyobbat sebeznek ugye a izaim. Jó. Ez mi? Közben hadd nézelődjek egy pillanat, jó? És akkor lehetne ilyen perkeket is ugye. Gyors regenerálódás. Heavy armor. Ó, az jó. Fájdalom tolerance. Fő gyerekek, ez kemény, van egy csomó perk. Hú, jó van, oké, hát ez van, jó. Srácok, azon gondolkozok, hogy lehet, hogy elbúcsúzom. Szerintem itt nem ártana a sötétben maradnom, mert hogyha lehet, hogy fákját gyújtok, akkor ugye elkezdi szétverni. Hát szétvert a külső ajtót, a zombi lehetett valami, itt van valahol. Úgyhogy ezt azt fogjuk csinálni, hogy akkor úgyis mindjárt 6 óra. Elbúcsúzom. És akkor megnézzük, hogy reggel. Ha reggelig történik valami, akkor elindítom a videót. Ha nem, akkor szerintem... Hogy még nézzük? Átnézzük itt a izai dolgokat, mik vannak. Élet, food... Ja, hogy milyen... milyennek érzi ezt? Hány zombit öltem? Hány halál, ugye? Itt ez kellemetlen volt. Ez mi? Ja, itt írja a tippeket. Aha, jó. Ez nagyon nem. Questeket. Ugye? Miért ez ugye? Multiplayer. Na jó. Map. Wind. Milyen szél van. Tök jó. Jó van, srácok. Ja, itt van, hogy milyen, hol vagy. Ugye? Magassági szempontból is. Oké, és kacok. Szerintem akkor szerintem tényleg elbúcsúzom, azt akkor folytatjuk innen. És ez mit csinál? Mi ez a izé, ez az a jegyzet, gondolom, hogy bele van írva, hogy mit kell csinálni. Jó. Oké, és kacok. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Hát szerintem tényleg megvárom akkor a reggelt.
És akkor innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen, jók legyetek, csumicsá!